Szeretettel üdvözlöm a Zemplén és a Zemplénen túli gombászokat, illetve a kedves érdeklődő jelenlévőket ezen az online előadáson. Egy csodálatos és hatalmas összefogás eredményéről szeretnék itt mesélni, idézőjelben, aztán majd beszélgetni is. Ez a Zempléni gombás könyvünk, amiről szó van, gombák Zemplénből, nem csak zemplénieknek. Egy PPT képsort szeretnék kivetíteni, ezzel egy kicsit színesítve a mondandómat, illetve nem is a PPT képsorral, hanem az azt tartalmazó csodálatos gombákkal. Ezt a képet Tusnádi Zsanettnek köszönjük, hogy ezzel kezdhetem a képanyagnak a bemutatását, illetve ezt a beszélgetést. Én Gécziné Nagy Mária vagyok, a Zempléni Gombász Egyesület elnök helyettese. A gombák iránti szeretet már egészen pici koromra nyúlik vissza, nem is emlékszem, hogy mikor jártam először erdőben gombát keresve apukámmal. Nekem úgy tűnik, mintha mindig is jártunk volna. Télen-nyáron, természetben sétálva, kirándulva és gombát keresve enni nem szerettem soha, viszont keresni, rátalálni mindig hatalmas élmény nyújtott számomra, és ez megmaradt a mai napig. Ezért is nagy öröm volt számomra, hogy ezen a gombás könyvön dolgozhattam, hiszen nem csak az elméleti gomba szeretet, hanem milyen módon tényleg kézzelfogható és láthatóvá is válik, akár mások számára is, nekem pedig egy csodálatos élményt elevenít fel ennek a könyvnek a kézbevétele. Maga a könyvnek az elkészült egy kis háttér történet. Egy hosszúnak tűnő, borús őszi estén beszélgettünk itthon, hogy jó lenne készíteni egy gombás kiadványt, hiszen nagyon sokan keresik, helyiek is, illetve a környékre érkező kirándulók, turisták, természetjárók, hogy gombás könyvünk, kiadványunk van-e. Úgy gondoltuk, hogy egy ilyen gombás ismeretterjesztő füzet kell, ami mondjuk ilyen 40-50 oldalas, tehát ezt viszonylag egyszerűen, akár pályázat nélkül is el tudom készíteni, pályázati támogatás nélkül. Kőszeginé Tóth Judittal folytatva tovább ezt az elmélkedést, nagyon megörült, hogy készülhet egy ilyen, illetve felvetődött ennek az ötlete. Viszont pályázati támogatásokkal mostanában szűkében áll szinte minden civil szervezet, meg hát ismerjük a papírmunkát, hogy milyen bonyodalmakat támaszt esetleg elénk. Ezért tehát ehhez a támogatási összeg intézéséhez más úthoz folyamatunk, de ezt majd később el fogom mesélni ezt is. Tehát lényeg az, hogy addig-addig beszélgettünk, elmélkedtünk ennek a könyvnek az ötletén, hogy már lassan ilyen 2-3-400 oldalas kötetnél jártunk, hiszen hogy milyen fajokat tegyünk bele, mi az, ami kimaradjon. Hát ez sem, az sem, amaz sem szabad kihagyni, mert vagy annyira keresett, általánosan megtalálható Zemplén és a Bauy térségében, vagy annyira különleges, vagy annyira magával ragadó a szépsége annak az adott gombafajnak. Tehát így szépen dagadt a sora, hívott a lista, hogy milyen gombák is kerüljenek bele. És akkor a képanyag. A Zempléni Gombász Egyesület egy pályázatot hirdetett, egy fotópályázatot, és mivel ugye gombával az év minden időszakában találkozhatunk, olyan pályázatot kellett kiírni, ami az egész évet átöleli, átíveli. Ez azt jelenti, hogy már nem is emlékszem pontosan, 2019-ben vetődött fel az ötlete a könyvnek, és 2020. január 1-től élt ez a pályázat, hogy egy éven keresztül várjuk azokat a fotókat, amik itt Zemplénben a megadott fajlistában szereplő fajokról készültek, vagy nyilván olyan faj, ami máshol is megtalálható, de mindenképpen kötődjön valamilyen módon Zemplén és környékéhez. Aztán eltelt néhány hét, nem érkeztek fotók, majd ahogy a tavasz közepe táján jártunk, ha jól emlékszem, akkor szépen elkezdtek érkezni a fotók. Olyan gombászok is megmozdultak, akik jártak a környékünkön, szoktak errefele járni, szívesen fotóznak és gyönyörű fotókat készítenek gombákról.
vagy ugye olyan faj, ahol esetleg, amiről esetleg máshol készült fotó, de nyilván a fajlistánkban szerepel. És akkor szépen elkezdtek gyülekezni a képek. Számadatokat majd szintén a későbbiekben kivetítem, hogy milyen számokkal dobálózhatunk, idézőjelben itt a könyv elkészültek folyamán. Tehát érkeztek a képek, szerettük volna azt, hogy mindenképpen a szövegek írói és zempléni gombászok legyenek, vagy akik innen indultak. A könyv, a fajoknak a leírását azt én készítettem, tehát amikor már láttam, hogy néhány száz fotó beérkezett, mondom, most már akkor nem lehet elkerülni, halogatni tovább ezt a feladatot. Úgyhogy szépen leültem, és elkezdtem a faj leírások elkészítését. És közben a képanyagokkal való ötletelés is zajlott, tehát itt most kivetítve a jelenlegi könyves borítót láthatjátok. Viszont, hogyha tovább lépek egyel, akkor itt a képen láthattok olyan sorozatokat, hogy mi lett volna, ha nem ez a képi megvalósítása készül el a kötetnek, tehát itt az ötletelés a különböző szín variációkon keresztül elrendezésekig nagyon sokféle elkészült, és ezekből próbáltuk megtalálni, hogy melyikre mondjuk rá azt, hogy igen, ez az, ami tökéletes lehet számunkra, és minden gombász számára, aki kézbe veszi majd. Végül is ez a borító, visszalépek egyel, ezt a borítót Mácsár Zoltánnak köszönhetjük, aki tényleg egyszerűen, és mégis a maga egyszerűségében csodálatosan oldotta meg ezt a borító kérdést. És így ezennel az itt láthatóak már csak történelem. Tehát gombák zemplénből nem csak zemplénieknek. Beérkeztek a fotók, zajlott a fajoknak a fajleírása, a bemutatása. Itt ennél a munkánál Hegyesi Gáborral dolgoztam együtt közvetlenül, hiszen ő neki nagyon sok olyan zempléni adata van, illetve nem csak adata, hanem olyan információja, hogy a környékre vonatkozóan milyenek az elnevezéseik az adott gombafajoknak, hogyan készítik el, szeretik-e fogyasztani, gyűjtik-e a helyiek, vagy sem. Majd a későbbiekben, amikor már viszonylag volt egy nagyobb blokk elkészítve a fajleírásokból, akkor szakmai lektorunk Dima Bálint lépett színre. Mit nagyon szépen köszönünk dr. Dima Bálintnak, hogy ekkora nem is segítséget, hanem mint társszerzőként, nem csak lektorként, hanem egy éven keresztül folyamatos munkatársként dolgozott ebben a kötetben velem. Lehet, hogy nagyon sokszor kiakasztottuk egymást, vagy nem is tudom, hogy ez a munkafolyamat tényleg a legszélesebb skálán működött. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a türelmét, és hogy ennyire segítőkészen állt hozzá ez a zempléni gombás könyvhöz. Volt egy fajta határidőnk, hogy amikor lesz majd 2021-ben a zempléni gombafesztivál, ott be szeretnénk mutatni majd ezt a kötetet. Tehát így 2021. januártól már a határidő is nagyon szorított, hiszen a szövegek elkészítése, leírása zajlott, még kerültek be új fajok, lettek kivéve olyan fajok, amiket úgy gondoltuk, hogy mégse kellenének a kötetbe. És itt folyamatos volt tehát a munka, a Kőszegi Né Tóth Judit, Hegyesi Gábor, Dima Bálint és köztem. Illetve majd mindjárt fogok szólni még azokról, akik dolgoztak a kötetben. Már néha viccesen megjegyeztük így Bálinttal, hogy hát hogyha nem lesz készen a kötet, augusztus, illetve augusztus elejéig, igen, a Zempléni Gomba Fesztiválig, vagy nem haladok megfelelően, akkor így mindenféle kép bevillant számomra, mikor küldték a lektorálni való anyagokat, hogy most éppen Bálintot fogom megfojtogatni így gondolatban, hogy miket kell megint-megint és megint újra változtatnom, vagy pedig Judit állt elő még néhány ötlettel, kéréssel, változtatással, tehát így különböző képek suhantak át, aztán a legutolsó képünk az volt Bálinttal, hogy Judit fog mindkettőnket majd megfojtogatni ott a Gomba Fesztiválnak a tavában, hogyha nem készülünk el időben, de aztán minden sikerült, minden összeállt. Mint zempléni gombászok készítettek szöveget, illetve köszöntést,
dr. Földes Leskó Gabriella, ki szintén zempléni gombákként indult, az ő köszöntő szövegét lehet olvasni a kötet bevezetéseképpen, majd dr. Varga Torda leírását lehet olvasni, hiszen ha már gombás könyv, akkor nem elég, hogy fajleírás. A gombászoknak általában nagyon sok gombás könyvük van már, mondhatni gyűjtjük a gombakönyveket, viszont gondoltunk azokra is, akiknek lehet, hogy ez az első gombás könyve, tehát az első ilyen témájú könyve, ezért szükséges az, hogy a gombák fontosságával megismerkedhessenek. Miért jó az, hogy gombát gyűjt az ember, milyen élettani hatásai vannak, hogyan épül fel egy gomba. Ezt csodálatosan összeszedetten Torda volt az, aki szintén zempléni gombákként indult, mint gyermek, és ez az ő leírás ebben a kötetben. Kerültek bele olyan fontos tudnivalók is, mint hogy hogyan gyűjtsünk gombát, hogyan lehet gombás ételeket elkészíteni, mire kell odafigyelni, mi az, hogy penészgomba, ugye penészes gombát, vagy penészes szárítmányt ne fogyasszunk, mert itt azt lehet keverni nagyon könnyen a gomba mérgezést, illetve az ételmérgezést. A továbbiakban, tehát mit tegyünk gomba mérgezés esetén, tehát ilyen fontos tudnivalók kerültek ilyen módon a kötetbe. Tévhitek, ezzel a mai napig rengeteg helyen találkozhatunk. Kőszeginé Tóth Judit és Bérfenyéri Gábor voltak azok, akik ezeket szépen pontokba szedve, elkészítve megírták, hogy belekerülhessen a könyvbe. Nagyon sok gombás könyvből kimaradnak, elnézést, konkrétan az élőhelyeknek a bemutatása, a leírásai, hogy milyen élőhelyeken, milyen fajokkal, milyen társulásokkal találkozhatunk. Ezt a kötet részt itt Hegyesi Gábor biológusnak köszönhetjük, aki szépen leírta azt, hogy milyen élőhelyeken, milyen gombafajok találhatóak. Tehát itt egy-két képet szeretnék kivetíteni, akinek még mégsem került eddig a kezébe ez a kötet, hogy milyen csoportonként, illetve milyen a felépítése magának egy-egy oldalnak, tehát mindenhol van egy családra, gombacsaládra vonatkozó fejezet nyitó oldal, itt például a galamgombák és tejelőgombáknak az oldala. Nagyon szerencsés volt az a pályázat, a fotópályázat, hiszen hatalmas mennyiségű fénykép került így az egyesületünk kezelésébe olyan szempontból, hogy nagyon sokféle gombás képből válogathattam. A művészi élőhelyes fotóktól kezdve egészen a tanfotókig nagyon sokféle stílus érkezett a pályázatra, és itt a fejezet nyitó képek mindig egy-egy ilyen gyönyörű, szinte egy ilyen mesebeli kép lett az adott fajcsoportról. Magánál a fajleírásnál igyekeztünk olyan képet bemutatni, ahol több példány, tehát úgymond egyfajta tanfotó szerepel. Nyilván ez a gyakoribb gombafajoknál egyszerűbben meg volt oldható, viszont kerültek be olyan ritka fajok is a könyvbe, ahol nagyon kevés, tehát egy-két fotó került be, vagy egyáltalán nem. Itt úgymond meghívásos alapon gombász szakembereket megkerestünk, hogy ilyen és ilyen fajról esetleg van-e fotója. Külön ki van emelve, itt tehát a latin megnevezés látható, az ehetősége az adott gombafajnak, külön betűszínnel ki van emelve, hogy milyen mikori a megjelenése ennek a gombának, illetve sötétebben ki van emelve, vagy az adott szövegrészben hol olvashatunk a különböző bélyegeiről, akár a kalapot, lemet, tönköt illetően. A szövegen belül is megtalálható az ehetőség, illetve hogy a környékünkön gyűjtik-e, milyen a népi elnevezése, szeretik-e, mint ehető gombafaj, hogyan szokták elkészíteni. Ez jó néhány gombánál, gombafajnál így megtalálható. És akkor még néhány kép így az oldalakból. A koralgombák,
Tehát itt is sok esetben idézőjelben bajba voltunk, hogy melyik kép is kerüljön be, de úgy gondolom, hogy sikerült a megfelelőeket megtalálni minden egyes fajhoz. Egy gomba galéria is került a könyvnek a második felére, mondhatjuk így is, hiszen ez is sok-sok oldalon keresztül lapozgatható, a Zempléni gomba galéria. Szintén azért született a gomba galériának az ötlete, mert hogy a sok fotóból nem volt szívünk kihagyni jó néhányat, és ez ilyen módon került be. Vannak olyan fajok itt a galériában, amik fajleírásban itt szerepelnek a kötet elején, de vannak olyanok, amelyek ritkábbak, általánosak, de leírás nem készült róluk, egyszerűen csak a kép magával ragadott, hogy bekerüljön a galériába. Itt a név, latin név, illetve a fotósnak a neve szerepel ebben a galériás bemutatóban. Más oldalszínnel kerültek így megjelenítésre, tehát elkülönül ilyen módon a fajleírásnak a könyvszínétől, a lapszínétől. Itt ugye, ami apróság, ezeket a nagyon apró gombákról készült fotókat Molnár Rudolfnak köszönjük, itt a méretarányok is megtalálhatóak a könyv lapjain, és ez is jelzi, hogy egy egészen apró gombafajról van szó. Hát ezekből még lehetne sorba-sorba mutatni a szebb képeket. Lehet, hogy néhol unalmas, hogy ilyen jelzőket használok, de tényleg nagyon jó kézbe venni, és ezt nem csak én mondom, hanem akiknek a kezébe kerül, bárki személyes ismerős, gombászó egyesület tagjai számára ismerős, tehát mind dicsérik, hogy tényleg egy nagyon szép könyvről van szó. Receptek is kerültek be, méghozzá nagyon régi receptek, a könyv végére régi idők gombás ételei, hiszen a világunkon, a földünkön minden összefüggésben van egymással, ez is mutatja, hogy a gombáktól eljutunk akár a történelemig, hiszen ez egy 1899-es kötet, régi idők gombás ételei, hogy hogyan készítettek el egy gombapaprikást, egy pörköltet, egy rántott gombát, hogy hogyan nevezték akkor az egyes ehető gombafajokat. Nem mindegyiknél ismertünk már rá, hogy melyik mai néven elnevezett gombát illetheti, de mégis nagyon érdekes volt olvasni ezekről. És akkor elérkeztünk a számokhoz, hogy milyen is ez a kötet, hogy milyen hatalmas összefogás eredménye. Ugye ezt az elején is mondtam a kezdéskor, de ezt tényleg itt a számok mutatják meg. A természetjáró gombakedvelő emberek nem tudom mennyire viseltetnek a számok iránt, de mégis nagyon jól mutatja azt, hogy mennyien dolgoztak ennek a könyvnek az elkészültén. 380 oldalas lett összesen, tehát ahogy említettem, hogy először egy ilyen 30-40, max. 50 oldalas tájékoztató füzetkében gondolkodtunk, szépen megvastagodott 380 oldalra, kemény borításos és fényes nyomólapos végig az egész kötet. 63 fotós pályázott 2200 darab fotóval. Tehát az év során folyamatosan érkeztek a gombafotó pályázatra a képek, 63-an érezték úgy, hogy van olyan gombás fotójuk, ami akár egy könyvbe is megállná a helyét. 2200 kép került be az egyesület címére, illetve tárhelyére. És itt is külön meg kell említenem Kőszegyiné Tóth Juditot, hiszen onnantól kezdve, hogyha ha nem ő, akkor ez a könyv természetesen nem valósul meg, de hogy ezekkel a fotókkal, ezzel a fotó mennyiséggel, hogy hogyan tudott zsonglőrködni, és tényleg napra készen, ahogy érkeztek a fotók, már a dokumentálta, archiválta a személy, faj, tehát a legkülönbözőbb bontásokban, elkészítette azokat a dokumentumokat, amiben nagyon egyszerű volt a keresése a későbbi könyvszerkesztés folyamán. Végül is 59 személy működött közre a könyvnek az elkészültén. Ez azt jelenti, hogy ugye 55 fotós képe került bele,
aztán a szövegeknek az írói. Remélem, hogy senkit nem hagytam ki, akinek nem említettem a nevét, külön elnézést is kérek. A könyv magáért beszél, most itt hirtelen belelapozok, hogy mindenkinek a nevét említettem-e, aki dolgozott benne, vagy írt benne szöveget, akár az elejére, fajleírás, ugye együttműködés, ugye a fotókészítése, a szerkesztés, a borítónak az elkészülte. Dima Bálint egy nagyon szép szöveget és ajánlást írt a hátsó borítóra, tehát 59 személynek a közreműködése kellett ahhoz, hogy ez a könyv így nézhessen ki, ahogyan most kézbe vehetik. 55 fotós képe került bele végül is ebbe a könyvbe. 668 darab fotó színesíti, tehát egy igazán magát eladni képes kötet készült belőle. 399 faj lett leírással és fotókkal együtt bemutatva. Ugye itt dilemmáztunk, hogy melyik az a faj, ami bekerüljön, melyik maradjon vagy maradhat ki. Körülbelül 1200 gombafaj megtalálható Zemplén és Abaúj térségében, és ebből 399 faj lett leírva, bemutatva. Vagy azért, mert általános és nem hagyható ki, vagy azért, mert különleges, újonnan felfedezett faj. Végül is nem kerek szám lett, de hát aki természetjáró és gombakedvelő, az szerintem nem igazán szereti a nagyon keretek közé szorított és nagyon kerek számokat sem akár. Tehát így nem is erről köttünk, hogy 400 kerüljön bele, ez a 399, ez ilyen nagyon szépen hangzó. További 185 faj látható a galériában, ami azt jelenti, hogy összesen 587 faj került bele a kötetbe. Tehát majdnem a fele a környékünkön megtalálható gombafajoknak. Tehát ez egy tényleg egy hatalmas szám ebből a szempontból. És 2500 megjelent példány az, ami a Gombász Egyesület jó hírét elviheti a környező gombászok, illetve akár külhoni gombászok felé is. Nagyon jól használható akár tehát fajhatározásra is, hiszen mint gombászok tudjuk azt, hogy egyfajt nem egy könyv alapján határozunk, hogyha esetleg határozásra szorul, mert olyan kérdőjeles faj került elénk, hanem több gombás kötetet vettünk elő, helyi vonatkozások megtalálhatók benne, nem csak zempléniek forgathatják így jó szívvel, aki a gombákkal szeretne ismerkedni, hanem az ország bármely területén élők. És ahogy utaltam rá az elején, ugye nem pályázatból készült ez a könyv, 10 cég és magánszemély nyújtott anyagi támogatást ennek a könyvnek a megjelenéséhez. Így idézőjelben annyival egyszerűbb dolga volt a Gombász Egyesület tagjainak, vezetőségének, hogy nem a pályázati papírmunkával, beszámolókkal és kritériumokkal kellett töltenünk az időt, hanem egész egyszerűen csak azzal, hogy megmutassuk Zemplén gomba világát ebben a gyönyörű kötetben. Itt is Kőszegényi Tóth Judit az, aki magára vállalta, hogy megkeres cégeket, és anyagi támogatás iránt érdeklődik, aki ezt megteheti, és támogathatja az Egyesület könyvének a megjelenését, és itt látható az a sor, akik támogatásából ténylegesen megjelenhetett ez a kötet, amit ezúton is nagyon megköszönünk nekik, hiszen ez nagy könnyebbség volt. Aki már jelentetett meg könyvet, készített, illetve pályázatot írt és beszámolót készített, az tudja, hogy esetleg melyik út a könnyebb, ha már rendelkezésünkre áll, akár támogatások útján egy összeg, és abból kerül megvalósításra. A debreceni kapitális nyomda volt az, aki elkészítette számunkra ezt a kötetet. Velük már hosszú távú kapcsolatunk van, és tudtuk, hogy nagyon szépek, igényesek és tartósak a munkáik. Ezért is kértük fel őket ennek a könyvnek az elkészültére. Nem is tudom, hogy mi is az, ami még kimaradt a kötetnek a bemutatásából.
ami esetleg még kérdésként felvetődött így a bemutatásom során, akkor az előadást követően majd a személyes, illetve hát online élő beszélgetés során tudunk majd erről bővebben. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ennek a könyvnek az elkészültében. Nagyon nagy élmény volt, tehát lényegében másfél éven keresztül azzal keltem, azzal feküdtem, hogy a gombák világába helyeztem magam, és főleg ezek az éjszakákra korlátozódott, hiszen napközben ugye mindenkinek megvan a saját maga civil munkája idézőjelben, a pénzkereső munkája, és jött az éjszaka, amikor 3-4-5 órát is akár a könyvnek a szövegírásával és a szerkesztéssel tölthettem, és köszönöm mindenki segítségét, itt ismét Bima Bálintot említem, aki tényleg napra készen tudtunk folyamatosan dolgozni, haladni ennek a könyvnek az elkészültében, és ajánlom mindenki szíves figyelmébe, hogy forgassák jó szívvel, mi zempléniek beleadtunk mindent, és nem csak zempléniek, hanem nem zempléniek is, aki dolgozott a könyvben, beleadtunk mindent, amit jó szívvel beletehettünk itt a könyvnek az elkészültébe, és én köszönöm szépen a magam részéről a figyelmet, és át is fogom adni a szót Molnár Editnek, aki azokról a fajokról fog mesélni, amelyek bekerültek ebbe a könyvbe, és ritkák, különlegesek, vagy nem ritkák, de ő fog erről majd bővebben az előadásban beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet! Szeretettel köszöntök mindenkit, Molnár Edit vagyok. Szeretném megköszönni a Zempléni Gombász Egyesület nevében is Sándor Attilának és a Szegedi Gombász Egyesületnek a tiszteleteljes felkérését, hogy előadást tarthatok itt a Mikológia Tanszéken. A Gombák Zemplénből nem csak zemplénieknek című könyv 2021. júliusában jelent meg, és 587 gombafaj található meg benne. Én ezekből csak szemelvényeket szeretnék megmutatni. Igyekeztem olyan fajokat beválogatni a bemutatómba, amelyekkel nem minden nap fut össze egy gombász terepen, tehát viszonylag ritkák, vagy éppenséggel olyan kisméretűek, hogy sokan nem tudják ezeket a apróságokat meglátni, észrevenni. Az első ilyen gomba, amit szeretnék bemutatni, egy csészegomba, mégpedig az ibolyás tejű csészegomba. Ez a gomba igen kis termetű, 1-2 cm az átmérője, és egyáltalán nem feltűnő gomba, hiszen a színével beleolvad az avarba, a környezetébe, tehát ilyen szürkésbarnás vagy feketésbarna színű. A külső felülete nagyon szépen korpázott szemcsés, viszont hogyha megvágjuk a termőtestet, akkor hihetetlen színű ibolyás vagy kékes színű tejnedvet bocsát ki, ami egészen különlegessé, egyedülállóvá teszi ezt a nem mindennapi csészegombát, hiszen nagyon kevés olyan csészegomba van, amelynek ilyen színű tejnedve lenne. A következő gomba a zöld csuklyás gomba. Ennek a gombának mind a fej része, mind pedig a nyele sárga színű, és ahogy öregszik a gomba, egyre zöldesebb színűvé változik. Ezt a zöldes elszíneződést okozhatja egy parazita gomba is, mint ahogyan a képen láthatjuk. A gomba kistermetű, tehát néhány centiméteres nagyságú lehet maximálisan, és én gumicukorgombának is szoktam nevezni, hiszen hogyha ketté vágjuk, megnyomkodjuk, akkor egészen gumiszerű, rugalmas hússal rendelkezik ez a gomba. Nedves időben még nyálkás, tapadós is a felület, és általában mindig jó gombatermű helyeken találhatjuk ezeket az érdekes gombákat. Igazán kistermetű faj a Lachnellula occidentalis, amelyet vörös fenyőn, ágakon, gajakon szoktunk megtalálni. Tehát legfeljebb 5 mm-es átmérőjű a gomba, de gyakran 1 mm alatti méretekkel rendelkeznek ezek a termőtestek. Fiatalon egészen gömbszerűek, majd amikor kinyílik a
termőtest, akkor megláthatjuk a sárga termőrétek tartóját, kívülről pedig nagyon szép, sűrű, fehér, bozontos szőrök borítják ezt a gombácskát. Gyakran rövid nyéllel rögzül az ajzathoz ez a gomba, és vörösfenyő vagy lúcfenyőnek az elszáradt ágain, törzsén találhatjuk meg. Mikroszkóban megvizsgálva láthatjuk a szép, viszonylag nagy méretű spóráit, és hogyha luggal és jodidionokat tartalmazó oldattal kezeljük a mintánkat, akkor egy amiloid reakciót figyelhetünk meg, tehát a tömlőknek a csúcsi része az kékes színeződést mutat, vagy hogyha káliumhidroxid nélkül csak lugollal vagy mercerreagenssel vizsgáljuk, akkor egy hemiamiloid, tehát reakciót figyelhetünk meg, vagyis vörös elszíneződés mutat a tömlőknek a csúcsi része. A következő faja zöldes hajas csésze gomba, amelyik igen kisméretű, fél vagy 2 milliméter átmérőjűek a termőtestek, cserébe sokad magukkal jelennek meg, nagyon szép szőrözöttséget figyelhetünk meg a csészéknek a peremén. Ezek a szőrök sárgásak, szürkések, zöldes szürkés színűek, és gyakran a csésze belsejében szigetszerű pamacsként jelennek meg. A termőrétege kezdetben zöldes, olívzöldes színű, majd sárga színűre változik. Lombos fákon, elsősorban bükkön találhatjuk meg, különösen a vágás felületeken jelenik meg sokad magával ez a csészegomba. Az aranysört és pókhálós csészegomba, az Arachnopeziza aurelia számomra egy nagyon kedves gombafaj, hiszen feltűnő színeivel pompázik a tölgyesekben. Az apró fél, 2,5 milliméter átmérőjű csészéket kívülről egy élénk narancssárga vagy sárga színű szőrzet borítja, belül a termőtestek belseje pedig egy halvány fehéres vagy halvány sárga színezetet mutató rész. A csészék pedig hífa szövedéken helyezkednek el, ami fehéres, a csészék közvetlen közelében pedig aranysárga színű. Gyakorlatilag ez a hífa szövedék az egész szubsztrátumot beborítja, befedi, benövi. Megtalálhatjuk tölgyfák lehullott galjain, vagy a makkokon, a kupacsokon, és tulajdonképpen már most márciusban is lelhetünk termőtesteket, tehát egy tavaszi termőidejű gombáról van szó. A mikroszkóban is nagyon látványos, hosszúkás spórái 3 szeptummal határoltak, és szintén lugollal vagy mercerre reagáltatva egy amiloid reakciót figyelhetünk meg a mikroszkóban. Föld alatti gombák közül szemölcsös álszarvas gombát szeretném megmutatni. A termőteste egy 3 cm-es átmérőjű, gömbölyű, de nagyon gyakran lapított hosszirányban ez a gomba. A külső rétege barnás színű, szemölcsös, és nagyon gyakran földelteli mélyedéseket találhatunk a külsején. A belső rétege fiatalon világos színű, sárgásfehér vagy szürkés, de éréskor vagy vágás hatására színeződik rózsaszínűre vagy borvörösre. Belsejében található a gléba, amely fiatalon szintén szürkés rózsaszínű, de nagyon gyorsan beérik, és gyakorlatilag egy feketés porszerű spóra tömeggé alakul át. Itt látható egy olyan termőtest, amelyet az eső kimosott a talajból, és a jobb oldali képen észre lehet venni, hogy a peridium külső felületén sárga micélium töredékek találhatók, amelyek egy parazita gomba jelenlétére utalnak. Lombos és tűlevelű erdőkben, meszes és savanyú talajon egyaránt megtalálhatjuk gyakorlatilag egész évben a szemölcsös ászarvas gombát. Spórái nagyok, gömbölyűek,
és szemölcsökkel díszítettek, ezek a szemölcsök pedig egy nagyon szép hálózatos mintát rajzolnak a spóráknak a felszínén. A föld alatti gombákat elárulhatják egyéb gombácskák, ilyen például a trifla áruló gomba. Ezen a képen látható, hogy egy világos, narancsos fehérésszel és egy zöldes-sárga tönkszerű résszel, egy nyíllel rendelkezik ez a gomba, egészen gyufaszerű a habitusa, néhány centiméteres a nagysága, idősödve viszont a színe sötétre változik. Termőtes párnából és tönkszerű nyílből áll a gombának a felépítése, és ha ilyen gombát találunk, akkor érdemes áskálódni, és ha kellően ügyesek vagyunk, és követjük a élénk sárga színű, citromsárga színű micéliumnak az útját a talaj belsejében, akkor rálelhetünk az ászarvas gombára is. Mi ebben az esetben a változékony ászarvas gombán találtuk meg ezt a trifláruló gombát. Ha ketté vágjuk a termőtestet, akkor a termőtes párnában ugye meddő hífa részeket találhatunk, a peridium alatt pedig ott sorakozik a sok-sok kis termőtest, ugye a peritéciumok. Itt láthatjuk szintén az ászarvas gombát, a szemölcsös ászarvas gombát az árulójával, a trifla áruló gombájával. Sokkal ritkább a trifla rontó gomba, amelyiknek a fejecskeszerű része az gömbölyű, tehát nem hosszúkás, nyelvszerű, mint az előző faj esetében. Itt is van egy tönkszerű nyíl, ami zöldesebb árnyalatú fiatalkorában, és a fejecske része az a peritéciumoktól pontozott megjelenésű. A különbség még, hogy itt a termőtest az közvetlenül kapcsolódik a parazitált gombához, tehát az ászarvas gombához, itt nem találunk hosszú micélium istrángokat, tehát ennél a fajnál. A tömlős gombák után áttérnék a bazidiumos gombákra. Ezek közül is mindenféleképpen szeretném megemlíteni a disznófül gombát, hiszen Zemplénben egy jellegzetes faj, nagyon kevés élőhelye ismert, míg az Őrségből és a Mátrából vannak adatai. Nagyon impozáns a megjelenése, szép lila színekben pompázik, 15 cm-re is megnőhet, és kifejezetten zápfogra emlékeztető alakkal rendelkezik. Az ibolyás színe éréskor, növekedéskor egyre inkább fakul, és egészen sárgások keresre színeződnek az idősebb termőtestek. A termőréteg tartója ráncos, gyűrött, ibolyás színű, ami éréskor a spórapor fog sárgás, a sárgás barnára megszínezni. A hús az fehér, itt a csigarágásoknak köszönhetően láthatjuk is, viszonylag vastag és puha. A erősen savanyú, lombos és fenyő erdőkben fordul elő, és egy mikorhizás gomba. Nyár közepétől októberig találhatjuk meg a termőtesteket. Védett faj 10 000 forint az eszme értéke, és 2023-ban az év gombája a disznófül gomba. A bükkös gereben következik. Ez azért különleges faj, mert lombos fák alatt fordul elő. 20 cm-re is megnőhet a kalapja, nagyon szép mogyoróbarna vagy halványbarna színű, és a felületén körkörösen elhelyezkedő piramis vagy háromszög alakú pikkelyek alakulnak ki. A termőréteg tartója csapos ennek a gombának. A csapok kezdetben fehéres színűek, majd barnás színűek lesznek, és a tönkre lefutnak. A tönk is krém színű, hengeres vagy gumós lehet, és ugye végig gyakorlatilag kis bibircsek, tüskék borítják a tönköt. A húsa halvány színű, enyhe az íze, de fiatalon, vagy idősen kesernyéssé változik. Fiatalon nagyon kellemes, édesgyökérre emlékeztető illatú, az idősebb termőtestek viszont már kellemetlenebb, erőteljesebb szaggal rendelkeznek. Lombos fák alatt fordulnak elő,
bükk és tölgy alatt találtuk meg a zemplénben, de gesztenye alatt is előfordulhat, mindig savanyú talajon. Nyáron és ősszel is megtalálhatjuk a termőtesteit ennek a bükkös gerebennek. Zöldhátú zsemlegomba. A zöldhátú zsemlegomba szintén egy nagyon érdekes és különös megjelenésű faj. A kalapjai hullámos szélűek, karéjosak, gyakran több kalap is összenő. Nagyon szép bársonyos a felülete, amely pikkelyes, később berepedezetté is válhat. A termőréteg tartója csöves és mélyen a tönkre lefutó. A következő faj egy tinórú faj, mégpedig a barnás szürke érdes tinórú, amit elsőként barna érdes tinóruként azonosítottam, hiszen megjelenésében, felépítésében, színében teljesen arra hajaz, szintén nyírek alatt fordul elő. A kalapja, tehát ilyen barnás színű felszíne, filces, sokszor apró pikkelyekkel borított, és a csöves termőréteg tartója is a barna érdes tinórújéra emlékeztet, tehát világosabb, fehéres, később talán bőrsárgás árnyalatú. A tönkjén feketés szürke szemcsék találhatóak, viszont a csúcsa sokáig fehér marad. A tönk alját, hogyha megvágjuk, akkor pedig kékes-zöld színeződést figyelhetünk meg, mint például a nyárfa érdes tinórú esetében. Ha egy termőtestet ketté vágunk, akkor a húsa enyhén rózsaszínűre változhat. Mindig mocsarasabb, nagyobb vízellátottságú talajokon, hegyvidékeken fordul elő. Az Istvánkúti nyírjas területén, de a hutákban is kiváló élőhelyei vannak ennek a csodaszép kis tinóru fajnak. A szálas kalapú nyálkás gomba a luc fenyveseknek a mikorhizás gombája. Nagyon hasonlít a vöröses nyálkás gombára, viszont a kalap felülete sokkal nemezesebb, szálasabb, a húsa gyönyörű sárgásokker színű, és nyomásra ez is lilás elszíneződést mutat. A zemplénben már többször megtaláltuk, több élőhelye is ismert ennek a gombafajnak. Nyár végétől őszig találhatjuk meg a termőtesteit. A következő egy apró termetű susulyka, szerintem az egyik legszebb susulyka fajunk. Ez a törpe susulyka. Hát ritkán nagyobb 1 cm-nél egy-egy termőtest. Nagyon szép filces, fehéres burokmaradványok találhatók a kalapján, és a tönkje is deres, ami ugye a kaulocisztidiumoknak a jelenlétére utal. A lemezek sárgák, pillás élőek, és a megjelenik, akkor általában többet magával teszi ezt meg, viszont nem túl gyakran találhatjuk meg az élőhelyén, tehát viszonylag egy ritkább fajról van szó. A tejelőgombák közül szeretném megemlíteni a sötét tejelőgombát, amely szerintem az egyik legszebb tejelőgombánk. Különleges színekkel rendelkezik, olívzöldes kalapja van, amely körkörösen zónázott, és a tönkjén is ilyen olajzöldes színű gödröcskék, vízfoltok figyelhetők meg. A tejnedve fehér és égetően csípős színű, a lemezei pedig szép halvány szalmasárga színűek. Nyírfák alatt találjuk meg ezt a gombát. A tejelőgombáknak és a galambgombáknak egy érdekes élősködő gombája a porzó élősdi gomba. Itt láthatjuk szenes galambgombának a termőtestein ezeket a különleges megjelenésű parazitagombákat. A termőtestük tönkszerű részből és kalapból áll. A kalap alatt ritkán álló lemezeket figyelhetünk meg, de olykor ezek a lemezek hiányozhatnak is. A tönkje fehéres, gyapjas, és a kalapjában lévő hífák azok
klamidiós spóráknak a tömegévé alakulnak át, amitől ilyen barna-poros habitusúvá válik a termőtest ezen része. Szintén élősködő gomba és szintén galangombákon és tejelő gombákon figyelhetjük meg a barna gumós fülőkét. A fülőke szklerócumból nő ki. Itt láthatunk egy ilyen szklerócumot, amelyik almamaghoz hasonló színű és méretű. A gomba termőteste is igen apró, tehát 1 cm-es, 2 cm-es méretű termőtesteket figyelhetünk meg. Itt látható egy nagyon szép felvétel Ruditól, ahol látszik a szklerócium is, és a termőtest is, amely kifejlődött. Itt szenes galambgombán figyelhetjük meg a barna gumos fülőkét, itt pedig jegenyefenyő rizikének a tetemén találtuk meg ezt a sok apró kis termőtestet a szklerócumokkal együtt. Föld alatti gombával folytatjuk, mégpedig egy zápszömörcsök fajjal, egy hiszterangiummal. A zápszömörcsögök a szömörcsögökkel mutatnak rokonságot, föld alatt fordulnak elő, 1-2-2,5 cm átmérőjek a termőtestek, kívülről egy világos színű burok borítja őket, és rizomorfa kapcsolódik a termőtesthez. Belülről, hogyha megvizsgáljuk, akkor láthatunk egy tök kezdeményt, egy kolumellát, ami zselészerű, faágszerűen elágazó, opálos képződmény. A belsejében ugye a glébát figyelhetjük meg, ami szürkés színű vagy olív színű, szivacsos szerkezetű. A külső peridiumára pedig jellemző, hogy könnyedén leválik a glébáról. A faj szintű azonosítás még nem sikerült, hiszen a hiszterangium nemzetségnek a feldolgozottsága nem megfelelő, tehát ugyan több fajt leírtak, de pontosan még nem tudjuk, hogy melyik faj az, amit megtaláltunk itt gyertyánok alatt az emplénben. Az egyik nagyon kedves emlékem a fészek gombácskához kötődik. Ez is egy kis termetű gombácska, gömbszerű termőtesttel rendelkezik, és fatörmelékeken, forgácson szoktuk megtalálni. A termőtesteket kívülről egy peridium, egy burok borítja, amely nagyon szép, barnás, színű, bozontos, molyhos felületű, és ha sikerül elvágni ezeket az apró kis gömbszerű termőtesteket, akkor belülről egy kocsonyás anyagot figyelhetünk meg, amiben beágyazódnak a lencse alakú peridiólák. Ezekben találhatók a spórák. Amikor megérik egy ilyen termőtest, akkor ez a külső réteg nagyon szépen leválik, és a peridiólák elindulhatnak, és szórhatják a spórákat. Többek között ezekkel is még több mint 1500 egyéb fajjal ismerkedhet meg az olvasó a Gombák Zemplénből című könyvben. Szeretettel ajánlom mindenkinek. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Sziasztok, immár élőben! Hát köszönjük szépen ezeket a pazar előadásokat, gratulálok ehhez a fantasztikus könyvhöz. És ha már a gratulációnál van a sor, akkor szeretnék gratulálni Marikának, akit hát úgy tudom, hogy megválasztottak az Egyesület elnökévé a hétvégén. Ebből az alkalomból is gratulálok, nem csak ehhez a fantasztikus projekthez. Ez a könyv, ez valami csoda. Én a magam részéről különösen értékeltem azt a fejezetet, amiben a gomba élőhelyekről van szó. Hát ez talán nem mindenkinek egyformán fontos, de azoknak, akik mondjuk így rendszerben igyekeznek látni az élővilágot, azok biztosan nagyra értékelik ezt.
Várjuk nézőink kérdéseit, és hát egy nagyon fontos kérdés már érkezett is még pedig, hogy ugye lehet még kapni ezt a könyvet, és hogy az, annak mi is a módja, hogyan lehet hozzájutni, ez volna a legfontosabb kérdés. Én is szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévő érdeklődő gombászt. Köszönöm szépen a gratulációt a választás eredményéhez is, illetve a könyvhöz. Természetesen még kapható a könyv, bár nagyon örülünk annak, hogy nagy volt az érdeklődés iránta, és szép számmal fogyott is a könyvből már. Kapható még, hogyha valaki érdeklődik iránt, akkor az a legeslegegyszerűbb, hogyha a Gombász Egyesület valamely elérhetőségén, akár e-mail címén, zempléni@gmail.com, ezen érdeklődik, és attól függ, hogy milyen helyszín, vagy milyen környékről, milyen településről mi tudunk válaszolni, hogy egy gombásztaktársunktól, akár bizományosi, kint lévő példányból, vagy itt helyben, környéken, különböző települések intézményeiben megvásárolható, de természetesen postázni is tudunk. Tehát az a legegyszerűbb módja, hogyha egy távolabbi településről van szó. Hogyha valaki is szeretne a terjesztésben segíteni, akkor ugyanezeket az elérhetőségeket. Igen. Tehát az Egyesület fő e-mail címén jelzi ezt. Ez annyiból praktikusabb mindenki számára, hogyha vannak ilyen vállalkozó gombászok, mert hogy a postaköltség ugye az nagyon sokat nyom alatba, és hogyha nagy mennyiségben valaki akár autóval el tudja szállítani, és az ő környezetében tudja terjeszteni ilyen bizományosi módon, akkor ez még egyszerűbbé teszi így a gombászokhoz történő eljutását. Köszönjük szépen a válaszokat. Erit, most hozzád fordulnék. Köszönöm szépen a te előadásodat is. Hát elképesztő, hogy milyen szemed van ezekhez az apróságokhoz. Mi szükséges ahhoz, hogy valaki ilyen gombákat találjon, ilyen gyönyörűeket, ilyen aprókat, föld alattiakat, rejtőzködőket? Mesélj már erről, légy szíves. Szép estét kívánok én is mindenkinek. Hát nem könnyű az apró gombákat észrevenni, nyilván célirányosan szoktam keresgélni, tehát nagyjából már tudom, hogy egyes faágakon mit érdemes keresni, vagy a talajon, és hogyha föld alatti gombába bukkanunk, az meg a szerencsén múlik tulajdonképpen, hiszen általában esőzések után találjuk meg ezeket a kis ászalvas gombákat, például amik az előadásban is szerepeltek. És hát mindenféleképpen, hogy ezeknek az apróságoknak, néhány milliméteres vagy tizedmilliméteres apróságoknak a szépségét meg tudjuk mutatni, ahhoz pedig egy nagyon jó fényképezőgép szükséges, vagy nem feltétlenül jó, de mindenféleképpen egy jó kis objektív szükségeltetik hozzá, hogy kellően informatívan le tudjuk ezeket az apróságokat fotózni. Köszönöm. Te viszel esetleg fotóst magaddal ezekre a túrákra? Igen, nekem van egy fotósom, tulajdonképpen a férjem, aki gyakorlatilag ezeket nagyon ügyesen tudja fényképezni, úgyhogy ez a feladat néhány éve már ráhárul. Nem is venném el tőle ezt a posztot, mert én is próbálkozom, de hát neki sokkal-sokkal jobban sikerülnek mindig ezek a fotói. Úgyhogy ezt a próbálkozásomat feladtam, és az ő képeit szoktam mindig használni. Azt látom, hogy hát folyamatosan nőnek itt a számok, közben itt a csetet figyeltem, a Zemplénben fellelt fajoknak a száma. Ehhez akkor feltételezem, hogy te is hát igencsak hozzájárultál. Hát az utóbbi években igen, úgyhogy köszönöm az Egyesületnek is a bizalmát ezen a téren, hogy a fajlista vezetésében, bővítésében, úgyhogy igen, van hozzá egy kis közöm. Akkor megköszönném a ismételten a pazar előadásokat, a hallgatóinknak, nézőinknek a megtisztelő figyelmet. Én sok sikert kívánnék akkor nektek a további projektekhez, a kutatáshoz, esetleg kiadás, további hát kiadványok készítéséhez. És hát reméljük, hogy mielőbb találkozunk. Hol lesz alkalmunk találkozni, még esetleg ezt megkérdezném?
Elkészült az éves terve az Egyesületnek, úgyhogy most vasárnap már egy hóvirágnéző túrára indulunk, erre is szeretettel várjuk az érdeklődőket, beporzók napi hóvirágnéző kirándulás, aztán áprilisban remélhetőleg már megindulnak szépen a kucsmagombák, lesz kucsmagombás kirándulásunk, minden hónapban igyekeztünk egy-egy ilyen kirándulást betervezni, és természetesen majd lesz az Empléni Gomba Fesztivál, az is egy csodálatos találkozásnak a helye lesz idén is. Úgyhogy érdemes figyelni a honlapunkat, Facebook oldalunkat, illetve a levelező rendszeren keresztül, hiszen országos szinten is nagyon sok tagunk van, és megy majd az értesítés ezekről a programokról. Mi köszönjük szépen ennek a könyvbemutatónak a lehetőségét. Ez csak természetes. Köszönöm szépen még egyszer az előadásokat, köszönöm nektek és a nézőinknek a figyelmet. Találkozunk a jövő hónap második szerdáján. Viszontlátásra!